Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság elnöke. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Kezét csókolom és üdvözlöm a Karcag Televízió valamelyik kedves nézőjét. 2013. február van, a tavalyi évi költségvetést így utólag hogyan értékeli, mi a véleménye róla, sikerült-e teljesíteni, véghez vinni? A 2012-es költségvetése, városunk költségvetése maradéktalanul teljesült. Egyes politikai hangok, hát ugye a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselői folyamatosan azt hangoztatták, hogy ez végrehajthatatlan, ez nem kivitelezhető, ez rossz költségvetés, meg se szavazták természetesen. Lám most sem lett igazuk, mert a 2012-es költségvetés rendben teljesült, rendben lezajlott. Az idei költségvetést január 31-én fogadta el a képviselőtestület. Mennyivel csökkent a költségvetés főösszege? Erről mit tudhatunk? A költségvetés főösszege az jelentősen csökkent a előzőekhez képest, hiszen azt hiszem köztudott az, hogy a különböző intézmények, mint például a kórház állami kezelésbe került, a tűzoltóság is ugye elkerült az önkormányzattól az államhoz, de említhetném itt az iskolákat, amik szintén állami kezelésbe, működtetésbe kerültek. Nos, ez legalább, hát körülbelül harmadára csökkent a költségvetés főösszege ezekkel a lépésekkel, és így ennek megfelelően alkottuk meg a 2013. évi költségvetést. Aki egy picit ebbe a dologba belelát, az tudja, hogy nem egy egyszerű munka ezt a költségvetést megtervezni. Hogyan zajlott az előkészítő folyamat? Természetesen mindig rendkívül bonyolult ennek az összeállítása. Csak arra szeretnék utalni, hogy nem is látunk minden sarokszámot, tehát elég sok bizonytalanság van még ilyenkor benne. Aztán egy bizonyos hiány létezésével elkezdődik a tárgyalás, és akkor a tárgyalási folyamatok során keressük a költségvetés egyensúlyát, javaslatokat kérünk a bizottságtól, illetve a hivataltól a hiánynak a megszüntetésére, hogy honnan tudunk elvenni a kiadásokból, bevételekből honnan tudunk hozzáadni, míg aztán mára már kialakult a költségvetési egyensúly, amit a képviselő testület elé terjesztett a bizottság, illetve jó magam is, és a testület ezt elfogadta. Ja, ugye január 31-én volt ez a testületi ülés. Mit tudhatunk arról, akik esetleg nem látták erről a közvetítést, a képviselők hogyan szavaztak? A 31-i testületi ülés csak nem teljes létszámmal részt vett rajta a képviselő testület valamennyi tagja, talán egy-két hiányzóra emlékszem, viszont természetesen a Jobbik Magyarországért mozgalom két képviselője ezt a költségvetést sem szavazta meg, viszont a rajtuk kívülálló képviselőtársaim, ők egyhangulag igen szavazattal díjazták a költségvetést. Van-e forrás hiány, mekkora? Volt, tehát ahogy az előbb említettem, pontosan a hiányok megszüntetésére ezt célozták a tárgyalások. Mára kialakult az egyensúly, de azt hozzá szeretném tenni, hogy sok olyan bizonytalansági tényező van, ami jelentősen javíthat még a költségvetési helyzeten. Hogyan jellemezni az idei költségvetést? Ugye tavaly előtt a takarékos gazdaság nyomvonalán haladt a város. Az ideire mi a jellemző? Nos, jelenthetem, hogy kissé pozitívabb képet látok az idei költségvetést illetően, hiszen ahogy ez az expozémban is elhangzott a testületi ülésen, nem lesz létszámleépítés sem az önkormányzatnál, sem a hivatalnál, a polgármesteri hivatalnál, sőt intézményeknél sem látunk ilyenre szükséget, és ezzel az önkormányzat megőrzi a meglévő munkahelyeket, és hát ezzel biztonságot teremt a dolgozóknak, tehát a munkahely védelmére. A város fizetőképességével kapcsolatban mit lehet tudnunk? Mennyire stabil? A város pénzügyi helyzete az stabil. A kötvény részletét is, tehát ami aktuális volt, az is ki lett egyenlítve. Nem látok olyan problémát, ami miatt esetleg negatívan tudnánk erre a dologra
tekinteni? A városban ugye zajlanak pályázatok, beruházások, ezekről mit tudhatunk? Igen. Még annyit hadd mondjak el, hogy a költségvetést, hogy az előbb kérdezte Andika, egyébként hadd emeljem ki a kérdező személyét. Figyelem különböző műsorokban, hogy milyen széleskörű az ismerete, hogy különböző témákról beszélget, és nagyon-nagyon jókat kérdez, és az előző kérdések is tényleg a költségvetés illetően. Azt hiszem, hogy ezeknek így kell elhangzani. Még annyit szerettem volna hozzáfűzni az előzőhöz, hogy új adónemek nem kerülnek bevezetésre a városba, holott erre lenne az önkormányzatok lehetősége, de a lakosság terheit nem szeretnénk ezzel még tovább növelni. Uh-huh. És akkor, hogy milyen dolgok vannak még, ami kiemelendő, milyen folyamatok, főbb folyamatok. Ja igen, fizető parkolási rendszer nem kívánunk bevezetni, mint ahogy ez egyébként néhány városban bevezetésre került. Ugye ez is egy testületi döntés, ehhez is egy testületi döntés szükséges. Ezt mivel indokolták egyébként? Tehát ez is ugye egy bevétel forrása lehetne a városnak. Itt nincs olyan sok autó, sok parkolóhely van, vagy esetleg csak annyi, hogy a lakosoknak szeretnének ezzel is segíteni, könnyíteni? Valószínűleg mind a kettő. Tehát aránylag városunkban ugye egy kisvárosi környezet, ahol több parkolási lehetőség van. A gépkocsik száma, hát ez relatív, hogy sok vagy kevés, de kis kivétellel szerintem le lehet parkolni a városban, viszont a lakosság terheit, és ez a legfontosabb, azt már nem szeretné az önkormányzat tovább emelni. Így aztán a vízdíjak sem emelkednek ettől az évtől. Mint ahogy ezt megszokhattuk, hogy januárban ugye mindig valami az inflációhoz viszonyított mértékben a vízdíjak emelkedni szoktak. Pedig ilyen rémhíreket is lehetett hallani. Az tényleg csak rémhír, tehát mondjuk úgy, hogy kacsa, nem emelkednek a vízdíjak. Kultúrára, sportra az előző évhez képest nőnek a költségek, ez is egy nagyon pozitívum, én azt mondhatom, sőt a rendezvények száma is növekedik valamelyest. Ezért is bocsátottam előre az előbb, hogy valamivel tisztább, vagy világosabb képet mutat, jobb képet mutat a 2013-as költségvetés. A városban fejlesztések is lesznek nem sokára, és a költségvetésben ezeknek a fedezete be van építve. Hogy milyen fejlesztések várhatók, például nagyon örvendetes, hogy megújulhat a Kuten úti óvoda 126 millió forintos pályázati összegben, amit elnyert önkormányzatunk. Felépül a sportpályán az új öltöző. Hát ez is régi kívánság már, ugye, hát aki járt oda, láthatta, hogy bizony-bizony eléggé rossz állapotban volt már ez az öltöző. Megkezdődik a szociális otthon felújítása. Szintén nem kell mondanom, rég várt megoldás, ott is probléma volt. Folytatódik az ivóvíz minőség javító program. A város lakosainak joga van ahhoz, hogy tiszta ivóvizet ihasson. Nem azért, mert eddig nem azt ittak, de természetesen vannak itt EU szabványok, amit próbál az önkormányzat betartani. Elkészül a karcagi szeméttelep rekultivációja, és akkor ami előkészítés, illetve elbírálás alatt lévő pályázatok, ami ezeket illeti, a házi orvosi intézmény felújítása, a geotermikus energia hasznosítása, és ez a szociális otthont, a fürdőt és a kórházat érinti, illetve a városközpont rehabilitáció, ez a Délinét, a városházát és a piacot érinti. Nos, ez is egy érdekes téma, mert egy ilyen pályázat, egy ilyen elképzelés már volt régebben, amitől az önkormányzat elállt. Ugyanis az a pályázat még az előző kormány idején lett meghirdetve, és úgy nyerte el a város. Viszont a kondíciói, tehát itt értem ez alatt azt, hogy mennyi az állami támogatás és mennyi az önrész. Nagyon magas. Ez nagyon magas volt, így van, és ezért is állt vissza az önkormányzatunk tőle, de örömmel jelenthetem, hogy a jelenlegi kormánynál az a
elv, hogy az ilyen pályázatokat, mint például ezt is, 100%-os állami támogatással lehet igényelni. Magyarul az önkormányzatnak nem kell önrész hozzátenni, nem növeli a költségeinket. Nagy vonalakban hol tart ez a pályázat? Mikor indulhat, elkezdődhet el az építkezés? Várhatóan most nem egy pontos dátumot szeretnék kérni, csak egy körülbelül. Nem is tudok pontos dátumot. Folyamatban van, amikor majd előrehaladás lesz, akkor majd nyilván tudunk erről beszélgetni, de annyit tudok mondani, hogy jelenleg is folyamatban van a pályázat. A Karcagi Ipari Park beruházásában folytatódik a Karcagi Ipari Park infrastruktúrának kiépítése. Itt hamarosan elindul az új elektronikai hulladékbontó üzemnek az építése. Információim szerint a nyár folyamán megkezdi a működését. Ha jól emlékszem, talán 50 ember alkalmazásával indul, de ez a dolgozói létszám évről évre növekedhet. Tehát nagyon fontos munkahelyteremtő beruházása önkormányzatunknak ez az elektronikai hulladékbontó üzem. Egyébként más üzemek betelepülése is várható az ipari parkba, ami szintén nagyon örvendetes, és munkahely teremtésről fog szólni az is. Strandfürdő beruházásról van esetleg új híre? Igen, hát a strandfürdő beruházás az egy nagyon nagyon fontos témája a városi közéletnek. Ugye az ember lépten nyomon, utcán, piacon, bárhol, üzletben, bárhol találkozunk emberekkel, nagyon sokan ezt kérdezik, és nagyon-nagyon jogos a kérdés, hiszen a város lakossága is várja már, hogy legyen egy nagyon szép és nagyon jó minőségű fürdő, illetve hát beleértve ebbe az iskolás gyerekeket, akik várják az uszodát, a úszási lehetőséget. Nos, mint azt tudjuk, az előző kivitelező végelszámolást kezdett magával szemben, önmaga ellen, tehát tulajdonképpen ő kivonult ebből a munkából, és új kivitelezőt keres önkormányzatunk, viszont ez csak közbeszerzési eljárással teheti meg. Nos, örömmel jelenthetem, hogy a közbeszerzési eljárás a vége fele közeledik, és a strand beruházás, ami egyébként egy rendkívül bonyolult dolog, hát majd aki ki fog menni, amikor kész lesz, akkor majd meglátja, hogy mi minden kellett. Illetve sokan kijárnak fürödni a mai napig is, és a szemük előtt zajlik ez a beruházás. Egyet tudok mondani, illetve kettőt talán, hogy ebben az idényben el fog készülni, és nagyon-nagyon jó minőségben a strandfürdő. Tehát akár már akik nagyon kíváncsiak, és nagyon szeretnek strandra járni, elmondhatjuk azt, hogy talán már a nyáron el is kezdődhet a strand szezona a Akácliget fürdőben. Az Akácliget fürdőben, ez a pontos neve, illetve hát szükség esetén, amennyiben ez a beruházás önkormányzati erőt még igényelne, akkor erre is lesz lehetősége önkormányzatunknak, ezt is örömmel mondhatom. Aztán beszéljünk még, hogyha javasolhatok egy témát, a adósságkonszolidációról, ami szintén egy nagyon-nagyon izgalmas téma. Ez hogyan érint bennünket? Ez, hogy hogyan érint bennünket, hát a költségvetésnek a gazdasági, illetve önkormányzatunk gazdasági stabilitását jelentősen javíthatja ez az adósságkonszolidáció, melynek hatására várhatóan 60%-kal csökken az önkormányzatnak az adósságállománya. Na most ezt azért mondom, hogy várhatóan, és azért mondtam az elején is azt, hogy sok bizonytalansági tényező van az önkormányzat költségvetésében, hogy ez a 60%, ez polgármester úr jelenleg is folyamatosan tárgyalásokat folytat, akár 70% is lehet. Na most ez nagyon-nagyon jól hangzik, viszont azt is tudni kell e tekintetben, hogy a kórház esetében az adósságnak a konszolidációja a 100%-os magyarul, amit az önkormányzat önköltséget, önerőt beletett a különböző pályázatokba az elmúlt évek vagy évtized sor folyamán, azt visszakapja 100%-ban az önkormányzat, és azon kívül, ami fönnmarad, gondolok itt a kötvény adósságra, hát főleg az, és akkor ez lesz az, ami 60 vagy 70 vagy a kettő közötti százalékban konszolidálva lesz a önkormányzat részére. Az ivóvíz és szennyvízszolgáltatást átadtuk a TRV ZRT-nek. Mit várnak ettől?
Igen, az ivóvíz bérbeadását azt abból 110 millió forint bevételt várható önkormányzatunk részére. Egy része a hálózat fejlesztésére fordítható, más részéből fedezhető különböző beruházások, így például a strandfürdő tekintetében is oda tudunk csoportosítani ebből is összegeket. Tartalmaz-e még valami fontos sarkalatos pontot ez a költségvetés? Én azt hiszem, hogy a nagyját megbeszéltük, amik a legfontosabb folyamatok a költségvetés tekintetében. Én úgy gondolom és úgy látom a bizottsági tárgyalások alapján, hogy a 2013. évi költségvetés gondos, takarékos gazdálkodás mellett kiegyensúlyozott, megalapozott, végrehajtható, és ezt a testületi döntés is alátámasztja. Tehát én úgy gondolom, hogy a 2013-as költségvetés az rendben van, a város pénzügyi helyzete továbbra is stabil. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, megosztotta velünk ezeket a fontos információkat, és visszavárjuk majd egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.